Szent István Katolikus Általános Iskola farsangi mulatsága a 8. osztályosok nyitótáncával kezdődött. Nyitótánc után az iskola hagyományaihoz híven a diákok felkérték szüleiket egy közös táncra. Már most a hagyományokhoz híven itt a rendezvények házába tarthatjuk a farsangot, és nagyon nagy lelkesedéssel és örömmel készültek a gyerekek, hiszen ezeknek a gyerekeknek, valljuk meg őszintén, itt van bemutatkozási lehetőségük, és lelkesen, szívvel, lélekkel készülnek minden ilyen alkalomra. Úgy gondolom, hogy ezek a táncos, énekes produkciók azok, amiben ők nagyon tehetségesek, és szívesen is szerepelnek. A produkciókat hosszas felkészülés gyakorlás előzte meg. Nagyon sokat készültek a gyerekek, a kollégák nagy lelkesedéssel kezdenek mindig hozzá a munkához, és látom a folyamatot, tehát látom az első tánclépéseket, az első mozdulatokat, és nagyon sokszor a gyerekek úgy érzik, hogy ezzel nem lehet majd színpadra állni. És nem győzzük be, nekik mondani, hogy ha sokat gyakorolnak, ha készülnek, akkor színpadi produkciók lesznek. És mint ahogy láttuk, és nagyon ötletes, változatos produkciók kerültek színre, és ezúton is köszönöm a gyerekeknek és a kollégáknak, hogy ezzel az egy órával megajándékoztak bennünket, illetve a megjelent szülőket.
igyekszünk őket arra is nevelni, hogy fegyelmezettek legyenek, és egy fegyelmezett magatartással tudjuk azt elérni, hogy színpadra lépjenek. Nagyon bízunk benne, hogy ebben az évben is lesznek még olyan produkciók, amivel kiállhatunk a nyilvánosság elé. Idén a legtöbb osztály bemutatkozott, közel 170 tanuló öltött farsangi jelmezt. Most már lehetett látni, hogy szinte minden osztály szerepelt valamilyen produkcióban, úgyhogy örömmel vettük, hogy egyre lelkesebbek a gyerekek. A szülők is nagyon támogatták a gyerekeket, magának a rendezvénynek a lebonyolításában is tevékenyen részt vesznek, és ők is bátorították a gyerekeket, hogy készüljenek. Az ő segítségük is kellett ezekhez a produkciókhoz, hiszen a jelmezek elkészítésében tevékenyen részt vettek. Hát már előzetesen egy-egy összejöttük, és akkor már megbeszéltünk minden igazgatóra. Hál' Istennek minden sikerült, eddig zökkenőmentesen megy el. Az első osztályosok napfényben táncoltak színes esernyőikkel. Én az elsősökkel szerepeltem, léptem fel, ők az első táncot adták elő, ügyesen készültek, és már nagyon várták, egész héten nagy izgalommal és lázba voltak, hogy tudjanak szerepelni itt, meg tudják magukat mutatni, hiszen ez a farsang nekik egy nagy ünnepséget jelent. Szeretik magukat megmutatni, szeretnek táncolni. Földre szálltak az angyalok, körtáncot jártak a kis ördögök, menetrend szerint érkezett a szerelemvonat, kalózokat bűvöltek el táncukkal a sellők. Idén is színes, humoros, ötletes produkciókkal készültek a diákok tanáraikkal együtt.